sakk világbajnok. Hát mi történt vele? Kikapott, és kitől kapott ki? A géptől, a Deep Blue-tól 1980-as években. Tehát hogy néztek ki már akkor a számítógépek? Hát egy nagyon bumfordi, életidegen tárgyak voltak, és megverte a gép. És ő nem hitt el. Ugye versenyeztek a szovjetek meg az amerikaiak, hogy kik azok, mindenben versenyeztek, itt is a sakkban is csatáztak. Egyszer csak jött egy komputer, amit nem feltétlenül kell úgy értelmezni, hogy egy amerikai számító, egy gép, egy másik entitás, és az legyőzte az embert. Itt egy teljesen más csatáról lett szó. 80-as években már, ugye? És akkor én megkértem a mesterséges intelligenciát, hogy rajzoljon nekem két képet, hogy hogyan nő ki a csalódás az embereknek az arcára, akkor, amikor megveri a gép. Ezek nem létező emberek, és hogyha közelebbről megnézzük, hát nincs ilyen sok készlet, ugye? Hasonlít a lóra, de nem az, és itt jó sok magas figura van, hát ez nem reális, ugye túl sok futó van, túl sok királynő, de elsőre olyan, mintha minden stimmelne, nem? Mert nem nézzük a részleteket. Mert ő még nem tanulta meg, hogy hogy néz ki pontosan egy sakktábla, vagy mi mennyi, de megmondhatnám, hogy figyelj oda, hogy a sakkot milyen bábukkal játsszák, és hogy milyen mezőkön lehetnek ezek a bábuk, stb. Itt már nagyon így el van hajolva, és itt tovább. Hát én itt legalább, hát igen, oké. Na, kérem szépen, féljünk el, jó ez a megközelítés. Ez azt mondom, hogy ne féljünk, tehát félni nem kell nyilván ettől a technológiától. Nagyon sok minden váltott ki félelmet, aki szeretne egy ilyen sikoly bögrét, ugye az magának nyomtathat egyet, bár nem a legvidámabb történet. És hát kérem szépen, azt hitték sokan, hogy a gőzmozdonyok olyan gyorsan mennek, hogy a vasúton a közlekedő embereknek a légzése leáll. Az is megnyugtató, ugye, hogy a Vác-Budapest vonalon ugyanannyi idő 150 évvel később is, nehogy leálljon a légzésünk, ezt így kell. Hát, hogy megnyugtatok, nem túl gyors. Francia, Japán, ugye járművekre senki ne szálljon, nem tudjuk, mi lesz a vége. No, ugye a 19. századnak a végén, amikor már megjelenik az autó technológiája, akkor sokan azt mondják, és talán igazuk is volt részben, hogy hát nem lehet olyan járművet csinálni, amit csak az ember irányít, mert a lónak volt annyi esze, hogy ne menjen neki a bárminek. Hát az embernek tényleg nincsen, mert 160-nal megy ugye az Árpád hídon. A ló nem menne, tehát itt ez rossz példát hoztam, de azért többségében nem ez történik. Tehát itt autóval jöttünk, és nem voltak tömeges balesetek Solymáron, mert mindenki vigyázott magára. Tehát azért ez. És akkor azt is hitték sokan, hogy a telefon az első napokban, években azt hitték, hogy hát halottakkal is lehet kommunikálni, mert nem értették, hogy jön a hang. Hát hogy történik? Mert lehet, hogy túlvilágot is föl lehet hívni, ugye? Na most ezek nem voltak olyan összetett technológiák, mint a mesterséges intelligencia, nagyjából meg lehetett őket érteni. Piros zászlóval ment elől a pali, és hátul mentek autóval, ugye szabályozták, nehogy legyen vadulás, vagy bármi, nehogy legyen vadulás. De ez miért jó? Azért jó, mert a technológiát valamennyire ugye lassan vezették be. A mesterséges intelligenciát nem így vezették be. A biciklivel lehetett vadulni, ugye? De az autót az 4 mérföld per órára szabályozták, nem eldurvuljanak a dolgok. Most megint akarják szabályozni, itt 180 vagy valahol a Volvo ismerősen mondta, borzasztó, visszavitt a szervizbe a Toyotát, hogy 200 fölött nem megy, és számára ez sokkoló felismerés volt. De itt a szabályozás az lassan engedett, most a mesterséges intelligenciának semmilyen szabályozása nincsen. Az EU próbálkozik szabályozással, és olyan, hogy egy év múlva lép életbe. Hát ugye ez egy, addigra már megint más lesz, tehát nem, ezeket nem szabad elsietni. És hogyan lehet egyébként betartatni, az a másik kérdés. És akkor én megkértem a mesterséges intelligenciát, hogy csináljon ilyen steampunk mozdonyt, és így képzelte el. Eszközként használtam. Ilyen szempontból nagyon jó, tehát használjuk eszközként, csak ugye ne minket használjon, ismerjük meg a felhasználását. Kérem szépen, nem szabad itt leegyszerűsíteni a gondolkodást. Nézzük meg az előzményeket, amiből már párat felvillantottam. Hát egy hihetetlen nagy robbanásról van szó, de vajon van-e neki előzménye? Hát persze, hát a világháló, ami megint egy változást hozott, ugye hirtelen kitárul a világhol egy képernyőn keresztül. És akkor voltak a találkozások, atombomba receptjét, ugye, vagy meg lehet találni, és mi lesz? Hát, hogyha valaki
ugye dúsított urát, meg minden mást összetud szedni, akkor sok sikert hozzá, de nem volt életszerű ez a történet. De mégis ugye hát kinőtte magát egy olyan rendszer, amit nap mint nap használunk, attól kezdve, hogy a felvételire ugye jelentkezünk, attól kezdve, hogy bevásároljunk, megnézzük az időjárást, bármit ugye el tudunk képzelni a segítségével. Cicás videókat nézünk, ugye? De nagyon-nagyon jóként szeretem őket. És hogyha nem az emberiség használra, a javára használjuk őket, akkor vesztesen kerülünk ki. Ahogy a világháló is ugye jelentős mértékben azért eltávolított minket az eredeti céltól. Mi volt az eredeti cél? Hogy a tudást úgy rendszerezze, hogy könnyebben elérhető legyen és megértsük. Tehát volt egy elképzelés Ted Nelson 1940-es években, mikrofilmeken akarta rögzíteni a tudást, és lettek volna nyomvonalvágók, akik a linkeket elkészítik és összekötik ugye a különböző pontokat. Tehát a könyvtárhoz társítható jelenségeket összekötötték volna, de ez mind hitelesített tartalom lett volna. Hát most elég távol állunk tőle, ugye gyíkemberek és más, a lapos föld. Valóban ott tartunk, Egyesült Államokban, bizonyos iskolákban magyarázni kell, hitbéli kérdés, hogy lapos-e a föld vagy sem. Hogyha miért? Azért kérdőjelezhetjük meg, mert olyan meggyőző videókat látunk a social médiában, vagy gondolatokat, és a Covid témát nem is nyitjuk ki adott esetben, ugye. Kérem szépen, kell-e globális stratégia, vagy elemenként kell megvizsgálni? Meg lehet próbálni ilyet alkotni, de azt látjuk, hogy ezek a kísérletek kudarcot vallanak. Szükség lenne rá, de nincs meg az a döntéshozó és más akarat, hogy létezene stratégia, amit végre lehet hajtani. Ugye a közlekedésben nyilván vannak szabályok, a KRESZ, kiraknak táblákat, valahogy betartatják, de hogy lehet a mesterséges intelligenciát? Hát jó kérdés, ugye különböző performanszok, tüntetések, miért? Azért, mert a világ 10 legért, és most ez nem összeesküvés elmélet, amiről beszél, ezek mind ugye adatok, a világ 10 legértékesebb vállalata közül 9 ma már, ugye digitalizációval foglalkozik, adatokkal foglalkozik, elektronikával, úgy elektronikával, láss, hogy informatikával. Nyilván látjuk, hogy egy háború kapcsán még olajra, meg lőszerre másra szükség van, de a gazdaságban egyre kevésbé lesz szükség. Úgy időnként rávilágít, hogy akkor tankerhajók nem tudnak átjönni. 10-ből 9, mi a Facebooknak a terméke? Meg lehet enni, meg lehet inni, el lehet vetni? És a többieknek is, ugye? Jó, az Apple-nek a termékét meg lehet fogni, lehet vele levelezni, lehet telefonálni persze, de ugye nagy rész az adatokról szól. Kérem szépen, mi az, amilyen gyorsan megváltoztatta a világunkat? A ChatGPT, amikor berobban, akkor mindenki erről beszél, és kipróbálja, mit tud, mit nem. Aztán vannak különböző attitűdök, van, aki mindent a segítségével próbál megoldani. Nem mindig jut eszünkbe, hogy megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, de mondjuk a gyerek hazajön az iskolából, hogy esszét kell írnia, megkérdezi és megiratja vele egészen kiválóan, hogyha képes arra, hogy jól tegye föl ugye a kérdést, és jól paraméterezze, megmondja, hogy mit csináljon, akkor megírja helyette. És milyen jól, és a matek feladatot megoldja. Csak még nem mindenkihez jutott el, de lassan, de biztosan oda fogunk ugye jutni, hogy egyre többen. Utána megjelenik ugye a Google Bard, kevesebben tudnak róla, ingyenes, be van építve a Google rendszerébe, nagyon jó használható, arra is nagyon jó használható, kérdezi, hogy tetszett ez a válasz, vagy kicsit másmilyet adjak. 3 különböző választ ad. Lehet paramit, érdemes kipróbálni, ugye Google Bard, hogyha lesz időnk a végén, akkor kipróbálhatjuk. Javaslatokat tesz, nagyon-nagyon hasznos, kézenfogva vezet. Mi jellemzi ugye a működést? A jó, nagyon gyorsan, ugye, a jó, gyors, automatizálja a folyamatokat, teljes szöveges válaszokat, a rutin kommunikációs feladatokat tökéletesen ellát, kivéve a Telekomnak ugye a Vanda nevű mesterséges intelligenciája. Tehát, hogy egy Xonaxot lehetne mellé adni, nem? Vagy a Frontint ugye az olcsóbb. Mert hogy aki zöldágra vergődik vele, annak sok sikert. Ilyen 3 alap dolgot valószínűleg tud, de úgy érti, hogy nem úgy értem. És akkor megint nekifutok, de valószínűleg okosabbak, akik fejlesztetik, azt mondják, ez úgyis feladja. Hát nem tartja a vonalat. Tehát ne feltételezzünk butaságot,
Így szokott lenni. Nekem volt egy ismerősöm, IT céget vezetett, mondta, hogy a legkellemetlenebb figurát tette be, aki az emberekkel foglalkozott, alig jöttek vissza panasszal. Tehát nem, nem elfelejti, feladja, ugye? Nagyon jó. Ugye nem létező szöveget generál, nem plagizál. Plágium kereső program nem kapja el. Nekünk az egyetemen ez egy félelmetesen, nem is azt mondom rossz tapasztalat, nagyon veszélyes, nem tudunk mit kezdeni vele. Át kell majd alakítanunk a gyakorlatot, el kell kezdeni szóbelisztetni, de nem erre vagyunk felkészülve. Arra készültünk fel pár évvel ezelőtt, hogy e-learning rendszerben vizsgáztatok, és akkor most azt csináltam, hogy egy 10 tétel van, a gép kidob nekik egy számot, kidobja a tételt, azt mondom, hogy minden használhatnak a mesterséges intelligenciát is, csak mondják meg, hogy hogyan használták, hogyan paraméterezték. Mert a mindennap életben is csinálhatunk ilyet. Tehát tiltani nem lehet egyszerűen, ugye? Kísérletezés terepe magyarul is beszél, hihetetlenül jó. Próbáljuk ki. Kipróbáltuk, állásinterjúra készül valaki logisztikai ügyintéző pozíciójára, és azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia terület szakértője komoly tudással rendelkezik, készítsen egy listát a kérdésekről, amelyek segítenek a felkészülésben. Fantasztikusan jó listát készített. Tehát ma már nem kell írni, vannak ilyen HR cikkek, mire figyelj az állásinterjút, beszélj érthetően, mosd meg a fogad, tehát ilyen butaságokat is. A gép bármilyen témában, tehát azt mondja, hogy ön, nem tudom, bolti eladónak készül, egyetemi tanárnak, bármi, you name it, we have it, ugye? Ezt megcsinálta a ChatGPT, kipróbáltam ugyanezt, ugye a Bárdal is, hihetetlenül hasznos volt. Rajzoltattam vele. Rajzoltattam egy ilyen utopisztikus Dalit kellett rajzolnia, helyettünk rajzol, fölmerül 1000 kérdés, hogy kié a szerzői jog, ugye, adott esetben. Mi lesz így a művészettel? Oké, de most valljuk be, a művészet az nem csak a Renoir és a társai, amiért még azért csak úgy kint álltunk ugye az utcán, hogy bejussunk. A művészet az is, amikor egy banánt felragasztanak, ott van a szigetelőszalag, szigetelőszalaggal a banánt felragasztják, 100.000 dollárért megveszik. A Lidl-ben olcsóbb, hogy a banán szigetelőszalag Obi-ban. Igen ám, csak abban a kiállító teremben kerül annyiba, és kapok egy papírt, egy bumáskát, hogy az enyém a 100.000 dollárért, és bármikor otthon reprodukálhatom. Én barna lesz a banán, akkor megeszem szépen, fölragasztok még egyet, és ott van az értéke. Akkor, tehát, hogy ugyanúgy művészet, ez is ugyanúgy művészet, csak nincs neki szerzője. Nagyon át fog alakulni a világ. Hogyha képes lesz a jövőben arra a mesterséges intelligencia, hogy regényeket írjon. Képes lesz. Most még nem tud olyan összetett cselekményt írni. De 10 évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy megírja a házi feladatot, hogy megoldja a matek feladatot, hogy valaki beszélget vele. Tehát ne vessük el, hogy 10 év múlva azt már most meg tudja csinálni, hogy azt mondom, hogy írd meg mondjuk valamelyik Kafka regénynek a folytatását. De hogyha jól paraméterezem, elmondom, hogy mit csináljon, egész jót fog majd írni. Hihetetlenül sok ugye, lehetőség van benne. A rossz. Ágye. Csalásra használható. Berlini előadás, hogy jön ide? Kezdő tanár voltam 2008-ban. Egy fiú beadott egy dolgozatot, ami úgy kezdődött, hogy mint azt berlini előadás sorozatomban már többször hangsúlyoztam. Én nagyon kishitű vagyok, hiába van 2 PhD, meghívnak ugye előadni, ilyen magabiztosságom nekem soha nem lesz, mint ennek a fiatalembernek, és akkor mindig csak egy kis, ugye, extra kis anekdota, amikor voltam az Agapénnek az egyik, egy korábbi felvételében, először, amikor voltam ott, akkor ugye ültek az asztal körül 4-en, és olyan komolyan néztek, hogy én mondtam, én odaülök, én meg se tudok szólalni, tehát, hogy kész inkább. Hát haza nem megyek, mert adnak egy kis kaját előtte, tehát azért az ott megtartott, de hogy mondom, ilyen magabiztosság emberekkel, és utána szóltak, hogy rendben az, hogy beállítottuk a fényeket, ugye, akkor a statiszták visszaülhetnek a helyükre. Ez engem megnyugtatott. A berlini előadás, ugye Google segítségével talált egy szöveget és beadta. Fiatalember, igen ám, de ez bármikor előfordulhat, hogy a mesterséges intelligenciával megíratja a szöveget, és nekem nem lesz időm, tehát Magyarországon ma a felsőoktatás tömegoktatás, nagyon sok esetben. 100-an járnak az előadásra, hát szorozom fel, hogyha mindenkivel fél órát elbeszélgetek.
Az 50 óra is, az csak egy tárgy, és akkor napi hány ember, hát nem is megyek haza, nem látnak a gyerekeit. Ilyet nem lehet csinálni, valamit majd kezdeni kell ezzel a problémával. Nem tudjuk, hogy mit. Újra kell értelmezni a szellemi tulajdon fogalmát. Megint nagyon komoly kérdés. Hát már egyszer próbálkoztunk vele, ugye annak idején volt ilyen, hogy aranylemez, meg gyémántlemez, platinalemez, 100 000, 200 000 példány, stb. És akkor hirtelen megjelenik a Napster nevű program, és az ember megosztja egy mappáját, mindenki letölti, és akkor a Metallica meglepődik, hogy senki nem veszi a CD-jüket, és azt mondják, ott valami egyetemistákat letöltegetik, nem is értették, hogy ez hogy működik, és akkor már megkapta az ember az eszközt, az iPodot, ami zenehallgatás, a Steve Jobs felmutatta, most nem azt mutatom fölé kezéből, és itt van ez az eszköz, és attól kezdve már a tartalomhoz volt egy eszköz is. És átértelmeződik a dolog, és most már a lehívások, a streamingek száma számít ugye eladásnak. Az olyan, mint hogyha a könyvtárból való kölcsönzés, 100 darab kölcsönzés, vagy 10 darab számítana egy eladott könyvnek. Tehát valami, valahogy másképp kell az elménkkel ezt megközelítenünk. Elbutuláshoz vezet a mesterséges intelligencia, a túlzott használata, hogyha utána azt a szabadidőnket nem valami más értelmes tevékenységre fordítjuk. Az elbutulás az egy komoly probléma. Nem riogatok ugye senkit sem, ezzel az agynak a plasticitása is ugye igazából úgy kerül veszélybe, hogy nem fogjuk eleget használni. Mindent meg tudunk találni, mindent meg tudunk keresni. Hogyha nem jegyezzük meg az évszámokat, hogyha nem jegyezzük meg a neveket, akkor milyen pontokat fogunk összekötni? Hogyan tudunk következtetéseket levonni? Ugye, én nagyon szerettem a történelmet, és én úgy tanultam még a kecskeméti piaristáknál, azért úgy tanultam meg minden évszámot, hogy összekötöttem, hogy máshol mi volt ebben az időszakban, összefüggéseket keresünk. Ugye? De ma már nem kell, mert a gép megtalálja. Nem azt mondom, hogy ismerjünk fejből 10-20-50 telefonszámot, régen ismertünk 10-20-30 számot. Most már nem kell. Rendben van, kikeresem, nem kell tudnom, nem leszek attól okosabb, de hogyha mondjuk nem tudom, hogy Napóleonnak hogyan végződött ugye az orosz hadjárata, vagy adott esetben Hitlernek, vagy másoknak, akkor nem fogok tudni hadvezérként, tábornokként következtetéseket levonni, mert csak a gépre fogok majd ugye támaszkodni. És a gép az olyan dolgokat, mint a néplélek, stb. Nem tud értelmezni. Létezik ilyen. Úgyhogy egy nagyon komoly probléma, sokkal butábbak leszünk, hogyha rábízunk magunkat, de gépekre. Ezt kell mondanom. És sokkal kevesebbek is leszünk. Én géppel navigálok, és az nagyon-nagyon jó, mert hogy a döntéseket könnyebben meghozom, kanyarodj élesen jobbra, balra, stb. Ez nekem segít, de én úgy gondolom, hogyha közben ugye nem nézem az épületeket, és itt tovább az utat, nem tanulok belőle. Vagy még egy példa. Egyre több okostelefon képes valós időben nyelvekről fordítani. Franciául beszélek bele, és angolul jön ki a hang a másik oldalon. És akkor az lesz a kérdés, hogy kell-e még idegen nyelven tudni? Nekem még azt mondták, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Miért? Mert akkor az adott kultúrát jobban ismered meg. Akkor nem kell egy kukkot se tudni franciául, de akkor a francia konyhát még valahogy élvezem, vagy olaszul, vagy, és akkor már minden ugye gép segítségével történik majd. Elbutulunk. Budapest belvárosában ugye nagyon sok külföldi ételkiszállító van, akik nem beszélnek semmilyen nyelven, oda jönnek, megmutatják a térképen, hová kell menni. Ez egy komoly visszaélépés, ez egy törzsi kommunikáció szint gyakorlatilag, ugye? Tehát amit kialakítottuk, hogy meg kellett tanulni a nyelveket, meg kell tanulni a grammatikáját, az elménket ugye ezáltal, és hogyha kézzel-lábbal, én is kézzel-lábbal magyarázok, ő is, akkor nem leszünk okosabbak. És a mesterséges intelligencia gyártja le ezeket a munkákat, a gép az fölkínálja az ennivalót, és akkor kell egy ember még, aki kiszállítja. Majd ugye gépek fogják. Rengeteg úgy elkölcsi probléma jelenik meg, és a Bécs, ugye a berlini előadás. És a csúf. Megengedjük, hogy a technológia kiváltson minket. Ugye? Kiváltja az embert. Azt fogjuk, igen, csak mi fog történni, ha a munka nem köti le az időnket. Én annak vagyok a híve, hogy a munka ugye az nemesít, értéket teremt, a munkához való hozzáállása már így is baj volt. Most még nagyobb baj lesz. Mert mindent elvégez a gép, akkor meg kell találnom, hogy én akkor mivel fogom elütni az időmet. De ez nem mindenki esetében lesz így nyilván, vagy kinyílik a társadalmi olló, nem tudjuk, mi lesz a következménye.
Nem tudjuk. Digitális demencia, ugye adott esetben felejtés elbutolásnak leszünk az áldozatai, és ugye az emberek elveszíthetik könnyen a tudatukat adott esetben, nem attól kell félni, hogy a gép ugye a tudatra ébred, hanem mi veszítjük el. A navigáció fogja megmondani, kanyarod jobbra vagy balra, de utána már a gép fog kanyarodni jobbra vagy balra, itt a gép fogja megmondani, hogy merre menjek és mit állítsak be. Én nem vagyok meggyőződve, ami ugye, amikor én is így tudok csak navigálni, hát nem ismerem a világot, hogy amikor egy útvonalon visz, miért visz arra, tényleg az a leggyorsabb? Hogy az ember egy nagyon vagány lázadó, akkor próbálja ki, hogy másfelé megy. Vagy gyorsabb a gép útvonala, vagy nem, nem tudom megmondani. De ha én mondom, ismeretlen helyre megyek, hát fogalmam sincs, egyirányú utcák, de mi van, hogyha valaki ugye egy nagy élelmiszer lánc azért fizet a fejlesztőknek, a cégnek, hogy úgy programozzák a mesterséges intelligenciát, hogy minél több lámpánál álljon meg, és a lámpánál azt mondja, kiugrik a reklám, azt mondja, itt a Lidl-ben olcsó ugye a sertés comb. És arra fog vinni, ahol Lidlik meg Aldik vannak, mert biztos meg fog állni, és akkor azt mondja, itt a WC-papír 24 teker, csak 3000 forint, és azonnal érzem a vágyat, ugye, hogy ezt meglegyen. Ez viccesen mondom, és ebből olyan nagy baj nem lesz, de mi van, hogyha az életüknek csak az 5%-át befolyásolja ki, és a 10-et, és hogyha 20-at, és hogy mit gondoljak a világról. És hogyha 30%-ban már, ugye nem a gép, a gépek mögött álló tulajdonosi kör, fejlesztők, cégek mondják meg, hogy mit gondoljak a világról. Mindenkinek el kell döntenie, hogy ez jó-e vagy sem. Ugye, kérem szépen, ellátunk-e távolra, a szellemi tulajdonról már beszéltünk, gépek ugye bármiből tanulhatnak, és mi bármely gép szövegét sajátként tudunk-e eladni. Doktori disszertációt lehet megiratni, doktori disszertációt. Nyilván a mérésértékelést nem tudja megcsinálni, de mondjuk az elméleti részét meg tudja írni. Nagyon könnyen, egyelőre még nem létező hivatkozásokat ad meg, viszont igaz, amit mond, ez nagyon furcsa, onnan már egy lépés, hogy én megkeressem azokat a tanulmányokat, amelyek az én igazamat bizonyítják. Ugye, hogyha valaki ezt nagyon gyorsan és jól tudja használni, akkor magyar nyelvű cikket angol nyelvűre, hát mondjuk egy 15 oldalt, 30 perc alatt tökéletes minőségben át lehet úgy ültetni, hogy a DeepL előfizetéssel feltöltöm a Word file-t, és letöltöm angolul 2 percen belül, megnézem a szakkifejezéseket, mert butaságot beír, ez nagyjából ez egy 20 perc, hogyha az ember ezzel foglalkozik, kijavítja villámgyorsan, és még lefuttattam a Grammarly-nak a professzionális változatát, ami nem csak a nyelvtani hibákat, hanem a stiláris hibákat is kijavítja. És hogyha ezt egy nem született angol, és nagyon sok ilyen vagy nem született angolok a folyóira szerkesztők látja, akkor azt mondta, hogy ez egy kiváló szöveg. Fél óra alatt, ugye, és igazából bűnt nem követtem el, mert enyém az eredeti szellemi termék, gép segítségével fordítottam le. Célnak megfelelő használat. Ez jó példa, ez jó használat, de egy picit mindig miről van szó, az emberi kontroll benne van. A mosógép, nem mosok én kézzel, hogyha ott van a mosógép, nem mosogatok, hogy ott van a mosógép. Ilyen feladatokra jó, csak nem szabad kiadni a kontrollt, ugye? Hát a mikroidőknek a használata, azért valóban ez egy nagy újdonság, és úgy, hogy a multitasking is, csak már nem tartom olyan sokáig, mert hogy ugye fogy a levegő is, de a multitaskingot dicsértük, azt mondtuk, egyszerre több dolgot tudok csinálni a gépen. Hát aztán kiderült, hogy ennek a hatékonysága nem az igazi, és most kezdünk visszatérni oda, hogy egyszerre egy dolgot. Most nyilván más az, hogy különböző ablakok meg van nyitva, átmásolok, átemelek dolgokat, keresek, ez más, mert egy feladatra fókuszálok. De egyszerre több dolgot, talán Napóleon tudott sakkozni, diktálni, meg háborúzni, de az végén aztán neki se jött minden össze, ugye? Kérem szépen, átértékelődik a tudásnak és a kompetenciának a fogalma. Az a rossz hírem, hogy valóban egy életen át kell tanulni. De az a jó hírem, hogy olyan sokan vannak, akik eljöttek, és most mi együtt próbálunk tanulni ugye a mesterséges intelligenciáról. Az már nem működik, ami talán, hát azért biztos 40 évvel ezelőtt még működött. El kellett az ember dolgozni egy hűtőgépgyárban, jött egy kicsi technológiai változás, de olyan hihetetlenül nagy nem. De a munkák nagy részét az ember elkezdte, és akkor 30-40 évig ugyanúgy csinálta,
talán vesszük, de hogy az iskolai menzákban olyan sok nem változott, úgy gondolom ott még azért a receptek alapján még végig tudjuk csinálni. A főzés ilyen, de nagyon sok téren minden megváltozott. És tudomásul kell venni, hogy ez a változás, ez már folyamatos. Ahol digitális technológia van, ott változni fog. Folyamatosan. De mindig csak a logikáját kell elsajátítani valaminek, és mindig nyitottnak kell lenni. Ez csak egy tanács, hogy nyitottnak kell lenni, mert különben, hogyha úgy érzem, hogy ez valami kényszer, akkor bele fogok őrülni. Nyilván azért vannak olyan rendszerek, amelyek igen, igen nehezen használhatók, de hát tudomásul kell venni, ezek folyamatosan változni fognak. Bízzunk mindent a gépekre, amit lehet is érdemes, és ami a célunkat szolgálja. Mosógép és porszívó például ilyen, ugye nem feltétlenül kell nekem kézzel söprögetnem. A tömegoktatás az nagyon könnyen nyertes lehet. Miért? Mert alapismereteket a géptől könnyen meg tudunk tanulni. De igen ám, de mindig ott kell, hogy legyen a tanár. Ugye rengeteg pedagógiai módszertan van. Például egyik a fordított osztályterem. Azt mondjuk, hogy otthon sajátítsd el ezt az ismeretet. Ma is olvasd el a könyvet, tanuld meg, majd az órán megbeszéljük. Ebben segít a rendszer. Vagy a Duolingo. Ugye? Telefonon nyelvet tanulni. Nagyon jó, de kell majd egy tanár, aki utána rendbe teszi a dolgokat. A monoton és gépi folyamatokat jó, hogyha a gép végzi el. Én, hogyha levelet írok a hallgatóimnak, akkor megadok pár információt a mesterséges intelligenciának, és azt mondom, hogy fogalmaz egy udvarias levelet, és akkor azt hiszik, hogy sokat foglalkoztam vele, és mindenki érzi, hogy ez neki személyre szabad, stb. Ugye? Tehát, hogy ebben segít. Nem nekem kell, nincsenek elütések, helyesírási hibák, stb. Miért ne? Célnak megfelelő használat, ugye? Aztán a gyakorlati tapasztalatot nem fogja sohasem helyettesíteni. Számos olyan eset marad, ahol a tapasztalati tanulás lesz a döntő. Ebben szenvedünk nagyon gyakran, nincsenek tapasztalataink. Nem tudjuk, hogy mi zajlik tőlünk pár száz kilométerre keletre. A képernyőn keresztül látjuk. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi zajlik éjszaka. Nem tudjuk, hogy képernyőn keresztül bloggerek és mások tudósítók beszámolói alapján. De úgy érezzük, hogy mindenről tudnunk kell. Mi lesz a huszikkal, ugye, kérdezzük sokan. Eddig nem tudtuk volna, hogy léteznek. Nagyon-nagyon kevés ugye a tapasztalatunk. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy csak az embernek legyenek érzelmei és álmai. Ez nagyon fontos. Pillanatnyilag azt mondjuk, hogy a gépeknek nem lesznek ilyenek. De nem biztos, hogy nem programozzák úgy őket, hogy eljátsszák, hogy vannak nekik. És ez már veszélyes ilyen szempontból. Na most idézőjelben itt a veszélyes szót, ugye? Tehát nem egy világ égéshez vezet. De hogyha a géppel kezdek el úgy beszélni, mint hogy annak lennének érzelmei, akkor az már komoly gondot jelenthet adott esetben. Mert megfeledkezem, hogy géppel beszélek. Miért? Mert az emberekkel is ugyanúgy beszélek képernyőn keresztül. Egy kicsit a házastársammal, egy kicsit a géppel. Ezt fölbosszant a házastársam, a gép az kedves lesz, nem? Ugye? De komoly, ezek valós veszélyek, kérem szépen. Ugye? A veszély az elitképzésben jelentkezik, ugye elitképzésben. Tehát ott, ahol föl, ugye volt ez a lista, hogy kik azok, akik a világunkat megváltoztatták kutatóként. Ezek az emberek, ezek mind ugye nagyon komoly kritikai gondolkodással bírtak, többet akartak. És ott kérem szépen, hogyha nem plántáljuk be a diákokba ezt a gondolkodást, hogy ne csak azt a problémát oldják meg, hanem új problémákat fedezzenek fel, akkor komoly bajban leszünk. Nagyon komoly bajban leszünk. Eltűnik a kreativitás a világból. Nagyon sok mindent meg tud csinálni a gép. Egy kerekasztalon vettem részt, egy köznevelési kerekasztalon Egerben, és ott négyen voltunk dékánok, és azt mondta egy mérnök, hogy ő megterveztette az álmai otthonát a mesterséges intelligenciába, korábban el kellett volna menni ugye egy tervezőirodába, gép megcsinálta. Közgazdát azt mondta, hogy ő promptolt különböző szerepeket a cégében, és a mesterséges intelligencia létrehozott négy különböző karaktert, és így próbált egy online céget működtetni, még nem volt igazán sikeres, de ez nem jelenti azt, hogy 5 év múlva nem így fog működni. Tehát ahol csak levelezni kell online, ahol, ugye? Egyik levelezik, másik könyvel.
És most már megjelentek azok az áruházak, ahol az ember vásárol magának, és maga tanítja be a mesterséges intelligenciát, a ChatGPT-t, az általa kiválasztott, például mondjuk szakkönyvekre. Elolvastatom vele, orvos akarok lenni, elolvastatom vele azt a 10-15 könyvet, csak a helyettem vizsgázik, de csak abból butaságot nem fog mondani. Tehát nem a Wikipédiára engedem rá. Idő múlva ő volna következtetéseket helyettem, és okosabb lesz, mint én. Ez nem jó. Ez nem jó. Ugye? Benne kell, hogy legyen az emberben, a tanulóban a vágy, hogy felfedezzen újat. Ugye? Tehát ez a felfedező kíváncsiság. Elárom a titkot, mi tanárok se támogatjuk ezt, mi nem vagyunk mindig ügyesek ebben, mert ha a tanár nem érti annyira az anyagot, akkor mit mond, azt mondja, most ne kérdezz, most figyelni kellene, mondja, nem? Ugye így szokott lenni. Ha nagyon kérdez, akkor röpdogát kell iratni, tehát hogy egy életre bánja meg, hogy kérdezete, kinyitotta a száját. De ne haragudjon, nem értem ezeket a mágneses erőket. Nem érted? Akkor mindenki egy papírt elő. A gép egyébként ezt nem fogja csinálni, tehát hogy most itt a gépet védem egy kicsit. Hát kérem szépen, meg kell tanulni kérdezni. Az, amire az oktatás nagyon gyakran mondja, most ne kérdezz, ugye, most én beszélek, stb. Meg kell tanulni kérdezni a gépet, és jól kérdezni, és jól utasítani. Hihetetlenül fontos, ugye? Jövőben mind vezetők leszünk, mind utasítani fogjuk a gépet. Egyelőre nem azt mondjuk, hogy legyen szíves megmondani, megtennéd, és azt mondja a gép, hogy nincs kedvem, ugye, most nem. Ilyen nincs, gépet egyelőre még ugye utasítani kell, kérem szépen. És hát meg kell tervezni tudatosan a felszabaduló erőforrásoknak a használat, tudatosan. Ha nyertem egy órát, akkor használjam valami jóra, az épülésemre. Ha most megkérdezzük, hogy ki mennyi, ugye ez a jelenlegi csapat alapvetően nem a TikToknak a célcsoportja, de azért van, aki, azért látok egy-egy ember, ugye TikTok, engem a Vinted ugye ragadott így el, a felszabaduló időt az ember nem biztos, hogy arra, na most kérdés, hogy mi a jó, de nem a maga épülésére fogja fordítani, hanem valami más fogja megszerezni a figyelmét, ugye? Tehát ez a legnagyobb kihívás, hogy, és most nem erről szólt az előadás, de hogy ez a technológia, ez a figyelmünkre pályázik, a digitális technológia. Mert ezt tudja eladni a hirdetőknek. Nem csak a hirdetőknek, azoknak, akiket össze akarják gyűjteni. Akik majd el akarnak nekünk adni valamit, hogy legyen egy termék, legyen egy ideológia, legyen egy eszme. Anélkül, hogy nagyon mélyen ugye belemennék, ma már arra az kell igazolnunk, hogy a férfiak nem szülhetnek. Én még nem konzerv, ezt kell még magyarázni kell. Hogyha én egy amerikai egyetemen tanítanék, és fölhoznám témaként, engem másnap elküldenének. Ez így van? Itt még elmondhatom, bocsánat, én emellett kiállok, ugye? Itt tartunk. Miért? Mert eladta nekünk a technológián keresztül, eladták nekünk ezt az eszmét. Nagyon sok mindent már elfogadtunk, és most ez az egyik bástya, ahol elkezdünk meghúzni vonalakat. Nem állunk nyerésre, egyelőre szólok. Nem állunk nyerésre. Hogy működik? Ugye a súlykolása a technológia, mondok egy példát, nekem a Despacito nem tetszett, mint zeneszám. Meg van még az a Despacito, borzasztó volt. Az ember, vagy az ilyen, vannak ilyen lakodalmas, ilyen mulatos, még rosszabb, ugye? Nem járok busszal, de amikor régen jártam busszal, akkor ilyen szerd mulatosokat hallgatott a sofőr, Szegedig, majd meg őrültem, akkor nem volt ilyen, most van ilyen noise cancelling, fülhallgatom, kikapcsolja a világot, akkor még nem volt ilyen. Először felszállt az ember, ugye fájdalmat okozott neki a zene, igen ám, de hogyha már egy hete, egy hónapja utazik, akkor már a dallam a Despacito, és a végén már az ember egy kicsit, ugye? És a mesterséges intelligencia segítségével, mert nem a gépnek van tudata, hanem akik ugye szabályozzák, vagy akik gyakorlatilag rendelkezésünkre bocsátják, képesek úgy programozni, hogy megnézi a szokásainkat, megnézi azt, hogy mennyire vagyunk biztosak valamiből, mennyire érthetünk valamit, hogyan vitatkozunk, és olyan témákat fog majd földobni, amelyekkel 5-10-20%-kal lehet befolyásolni a viselkedésünket is. Ugye miért? Mert ez a technológia, ez addiktív. Komoly függőséget okoz. Nem tudjuk letenni a telefon nagyon gyakran, nem? Ugye? Akkor is kezünk van, amikor nem kellene. Hát kérem szépen, ezért kell tudatosan az elbutulás és az ellustulás valódi veszély sajnos. És beszűkül a világunk is. Most már itt a szűkülés kapcsán még egyetlen egy példa.
ugye az ételrendelés, nem csak ellustulunk és meghízunk, mert nem kell kilépni, és bármit megtudok. Nyilván nagyobb városokban, ahol ez megéri, ott ez valósabb probléma, de azért a Foodora meg a társai algoritmusa, az leszűkíti a menüt, aki beszáll ebbe a történetbe, és 40%-át ugye odaadja a cégnek, a közvetítőnek, az létezik a világban, azoknak, akik telefonon keresztül rendelnek, a többiek már nem léteznek. Ugye? Leszűkíti a menüt. A valóságban mit csinál? Éhes vagyok, rendelek valamit, de engem, éhes embert nem zavar, hogy le van szűkítve a menü, amíg megjön az ennivaló, ugye, és a pocakomat meg fogom tömni. Ugye? És hát kérem szépen, a jövő legnagyobb kihívása a technológia terén, az hogyan tudunk a gépekkel szimbiotikusan együttműködni. Összhangban. Hogy segítsék a munkákat, irányítsuk őket. Mit tudunk kiszervezni, mit nem tudunk kiszervezni. Tudatosságon van a hangsúly. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még kérdéseket örömmel veszek, hogyha vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, tessék. Csak egy olyan vélelmet. Igen. Szerintem legtöbb embert, amikor ezt fölmerült a mesterséges intelligencia, hogy mikor fordulhat, vagy egyáltalán előfordulhat-e az, hogy az ember ellen fordul. Nagyon sok ilyen filmet láttunk, és ugye elég sok félelmünk van. Azért nem fordulhat elő, mert én most úgy beszélek a mesterséges intelligenciáról, mint egy entitásról, de rengeteg van körülöttünk, és egy addig, amíg nem létezik egy, ami a világunk valamennyi folyamatát irányítaná, addig ez nem történhet meg. A jelenben nem e felé tartunk, egymással konkuráló alkalmazások vannak. A Samsungnak a telefonjában teljesen másik van, mint a Teslánál, egymással versenyeznek, és akkor is, hogyha egy adott ország mondjuk hadseregében átadnák a lehetőséget, hogy akkor a mesterséges intelligencia választja ki a célpontot és semmisíti meg, akkor még a másik országnak egy másik mesterséges intelligencia lenne, és amíg nincsen, sok feltételezés van, amíg nincsen mindegyiknek arra vágya, álma, hogy egyesüljön, és miért akarna ilyet tenni, és leigáz az emberiséget, addig nem kell félnünk. Nyilván semmit nem lehet kizárni, de ennek nagyon pici a valószínűsége. Tehát, hogy ez nem fog előfordulni, úgy gondolom. Igen. A gépnek adatokat teszünk be, és adatokat, ahhoz kell egy szoftver, ami az adatokat feldolgozza. Ugye, a mesterséges intelligencia maga a szoftver, és ő korábban nem látott adatmennyiségből dolgozik, olyan hatalmas adatmennyiségből dolgozik, tehát nem egy Excel táblázat, hanem egy milliónyi Excel táblázatból dolgozik, amikor úgy kell elképzelni, hogyan tanítják a mesterséges intelligenciát. Ugye itt van egy hány példa, hány könyv van a könyvtárban így? 24 000. 24 ezer, akkor mondjuk 24 millió könyvet olvashatnak el vele. Abban rengeteg ellentmondás van, de szinte a világ valamely kérdésére, ugye, hogy kezdődött ez a dolog? Úgy kezdődött ez a dolog, hogy kezdtünk adatokat táplálni a gépbe, és a Google Books, ami egy fapadó szolgáltatás a Google könyvek ahhoz képest, ugye, azt csinálta a Google, hogy találomra Amerikában vidéki könyvtárakat bepakolt egy kis kamionra, beszkennelt, és utána visszavitte őket, mindent, amit talált. Ezért, hogyha volt egy magyar nyelvű könyv, tehát ezt nem lehet céltudatosan csinálni. Ugye ehhez könnyebben hozzáfért, mert a digitalizált művekhez pedig eleve hozzá fog már férni. Tehát hihetetlenül nagy mennyiség regényírók, forgatókönyvírók, stb. Tiltakoztak az ő szövegével, ne tanítassák. Tehát honnan tudom, én sem tudom megmondani, hogy az én könyvemet ki olvassa el, és ki ne olvassa el adott esetben. Tehát így kell elképzelni, ahogy mutattam ott az autókat, egy űrhajót kellett volna mutatnom igazából, ilyen minőségi ugrás, ekkora mennyiséget olvas el igazából. Korábban, ha elolvastam egy könyvet, akkor emlékeznem kellett, hogy melyik oldalon vagy hol a környéken, hanyadik oldalon lehetett egy leírás. Most csak beírok egy szót, hogy ugye megtalálja, ez már mekkora Ctrl-F-fel, mekkora nagy találmány. Most már oda találmány, hogy megíratom az egész könyvet, amiben benne van az egy szó, ugye, adott esetben. Hát ilyen változás. És ehhez a technológiához mi halandók is hozzáférünk. Benne van a telefonunkban, ingyen csevegek, ingyen kérek tőle segítséget. Ez a nagy újdonsága neki. Tehát nem a kiválasztottaknak szól. De egyre kevesebbet tudok a működéséről, hogyan tanították és hogyan működik, ugye?
egyetlen egy metafora, úgy hívják, hogy kínai szoba ezt a metaforát, hogyha egy szobában ül egy ember, és végtelen mennyiségű könyve van, kicsit mint a Borgesnek a bábeli könyvtára, amiben kínai karakterek vannak, és utasítás készletek, az egyik oldalon bedugnak egy cetlit kínai karakterekkel, kikeresi ez az ember a megoldást, és akkor fölírja és kidugja a másik oldalon, hogy kukot se beszél kínaiul, csak ugye karaktereket fölismeri, szupergyorsan, akkor azt fogjuk hinni, hogy aki benne ül, az okos, és beszél kínaiul. Itt dolgozik ilyen szupergyors a mesterséges intelligencia, ugye? Mert hogy valamennyi eszközünkben benne van, hát amikor az autóban, az automata váltónál megpróbálja kitalálni, hogy akkor én fel akarok váltani, vagy le is megfelelő pillanatban, az csak egy nagyon egyszerű szoftver. Ez egy sokkal-sokkal összetettebb. Tessék! Elnézést kérek, igen. Nagyon után hangzik a kérdésem, de ugye más világban nőttem, ez az egész világ nekem új. Azt szeretném kérni, hogyha esetleg tetszene egy rövid definíciót adni a mesterséges intelligencia és az algoritmusról és az összefüggésről. Jaj, de jó, nagyon jó. Ugye az algoritmus az gyakorlatilag egy nagyon bonyolult képlet, ami alapján a számítógép valamit végrehajt. A mindennapi életben is vannak algoritmusok, ilyenek például a receptek. Tehát amikor a vasárnap a húst majd ki fogom rántani, akkor fölvágom, kiklopfolom, és akkor megvannak ugye a folyamatok, nem tudom, sózni, lisztezni, tojásozni, és aki akarja, az még rátesz egy kis morzsát is, és akkor közben kisüti. Ez is egy algoritmus, de ez viszonylag egyszerű és zárt, aztán kicsit meg lehet bolondítani, pankomorzsa vagy stb. A mesterséges intelligencia pedig gyakorlatilag szintén egy algoritmus, de nem egy előre megírt, szabályozott algoritmus, hanem hagyjuk, hogy maga az algoritmus, a képlet tanítsa önmagát. Tehát, de őt tanítatni kell. Úgy kell tanítatni például, hogy felismerje ugye a kutyát. Az embernek valahogy van egy képessége, hogy ránéz, van egy ekkora, ugye macskám leverni, ilyen kis kutya, meg ekkora nagy kutya, és mindenkire tudjuk, hogy kutya vagy az asztalt. Ez is asztal, de hogyha itt lenne egy nagy gránit tömb, és rajta lenne egy pohár, azt mondanák, hogy az is asztal. De a gép ilyet nem tud, ezért a gépnek meg kell mutatni ennek az algoritmusnak, ugye a mesterséges intelligencia algoritmusnak 1 millió képet, ami föl van címkézve, hogy asztal, és akkor ő picit úgy, mint az emberi elme, megtanulná. Én nem vagyok ugye programozó, de gyakorlatilag a mesterséges intelligencia olyan módon kiismerhetetlen, hogy ők sem tudják, hogy mi történik ilyenkor az algoritmus belsejében a tanulásnál, ahogy az emberi elménél mai napig nem tudjuk, hogyan tanul az ember. Egy picit belátunk az agyába, ugye különböző, hát ilyen agyi képalkotást tudunk alkalmazni, és akkor EEG-vel vagy MRI-vel megjelenik, hogy felvillan az agyunknak valamelyik része, hogy a véráram gyorsabb lesz, de hogy pontosan hogyan tanul az emberi agy, nem tudjuk megmondani. Még csak közelítünk hozzá, és már az űrbe megyünk turistaként, ugye? De nem tudjuk, hogy az agy hogyan működik, és hogyan tanul egészen pontosan. Egy dolgot tudunk, és ez most csak kiegészítésképpen, hogy ugye a munkamemóriába, hogyha nem kerül be valamilyen ismeret, és ilyen több, és hogyha nem dolgozik vele az emberi agy, akkor nem fogja megjegyezni. És ezért fontos a tesztelés, hogy időnként visszahívni az ismereteket, mert akkor rögzülnek, úgy alakulnak ki ugye a pályák, ennyit tudok leegyszerűsítve. És hogyha valaki megkeres egy információt, korábban megkeresett a Google segítségével, és bemásolta a prezentációba, és beadta, nem is emlékezett rá pontosan, hogy mit talált meg. Most rosszabb a helyzet, mert a mesterséges intelligenciával megiratja az egészet, és úgy adja be, azt se tudja pontosan, hogy mi van benne. De a feladatot elvégezte. Elvégezte? Elvégezte. Azt kérte a tanár, hogy írjon Napóleon mondjuk oroszországi hadjáratáról. És akkor ő még ügyesen paraméterezze. Beadta, de hogy mi van benne, fogalma sincs. Hát ettől félelmetes. A szóbeli, vissza kell térni a szóbeli részletéshez, igen. Igen. Igen, a szóbeli. Igen, még egy utolsó kérdés. Igen. Mechanizmus bennünk, hogy kiszűrjük, hogy mi az igaz és mi nem. Mi a cégnél a kollégák szórakoztak azzal, hogy egy bizonyos témában a ChatGPT-vel kirattak Donald Trump és Orbán Viktor nevében egy gondolatsort, és abszolút lehozta azt a stílust.
Na most, ha ezt közkincsé teszik, honnan tudjuk, hogy ez honnan jön? Sehonnan. Az a válaszom, hogy sehonnan. Tehát tudomásul kell venni, hogy a világunkban egyre több a bizonytalanság, és így kell élnünk. Ez egy nagyon rossz tudat, ugye? Választások jönnek, mindig vannak választások, egyre kevésbé tudjuk megmondani, ki mit mondott. Most már a képalkotás terén is olyan jól tudunk. Itt ugye egyetlen egy kutatásra szeretnék utalni. 16 TikTok videót vetítünk ki hallgatóknak, és megkérdezzük, hogy igaz-e, amit látnak, vagy nem. Hogy manipulálta, vagy nem. Meg fogjuk nézni az eredményeket, és olyanokat választhatok, hogy ne legyen könnyen megmondható, hogyha mi nem tudnánk a megoldást, mi magunk kutatók sem tudnánk, hogy ez igaz-e vagy sem. Az az igazság. Tehát ilyen bizonytalanságban élünk, ezt ne áruljuk el senkinek sem még, de az az igazság, mert akkor szét fog esni a világunk meg a civilizációnk, mert pillanatilag erre képesek a rendszerek. Igen, hogy gyakorlatilag nem tudjuk megmondani, hogy mi valós, mi nem. Miért? Mert nem tapasztalati tanulás ugye, az, ami a mi tudásunk. Nem ültünk ott, és nem láttuk, hogy a miniszterelnök maga készítette. Hogyha képernyőn keresztül látjuk, akkor lehet, hogy már képmanipuláció segítségével, magyarán deepfake, ugye, nagyon profi hamisításnak leszünk az áldozatai. Kínában már pár éve használják azt a mesterséges intelligencia, hát azt a szoftver, ami segítségével digitalizáltak egy bemondót, és hogyha ők leírnak valamit, akkor a gép elmondja arccal, miért? Mert nem képes önállósulni, vagy bármilyen saját politikai üzenetet megfogalmazni, vagy adott esetben soha nem lesz fáradt, éhes, nem fog elkésni az adásból, és így tovább. Ugye? Így, hogy lehet hinni a televíziónak, a rádiónak? Hát pillanatnyilag, ugye, úgyhogy pillanatnyilag, nyilván korábban is nagyon sok mindent megkérdőjeleztünk, de úgy gondolom, hogy az intézményekben, amely intézménynek eddig hittünk, van, aki hisz az egyik intézménynek, televíziócsatornának, van, aki nem, amelyekben eddig hittünk, higgyünk azokban, és ha valami új a rendszeren kívüli jön, akkor azt kérdőjelezzük meg, és szűrjük meg, én úgy gondolom, hogy ez lehet, hogyha távolról jön, hogyha nem tudjuk, akkor ott legyünk óvatosak, de hogyha valamit már ismerünk, akkor ott azért kevésbé kell óvatosak. Így kell, ugyanolyan, mint az autóvezetés. Tehát, hogy van egy, hogyha úgy megyek az utcára, hogy mindenki őrült, és senki nem tartja be a kreszt, akkor én nem fog A-ból B-be eljutni. Én rettegni fogok, és kész. Abban bízom, hogy aki, mit tudom én, ott egy háromszöget lát, egy fordítottat, az meg fog állni, és engem el fog engedni. De mégis benne van egy kicsit, hogy na mi van, hogyha nem. És eljutok A-ból B-be, most is azért kicsit becsukott szemmel, hogy hát ha az megadja az elsőbséget, és tovább kell mennünk. Köszönöm szépen! Köszönöm.